Sziasztok! Ma belefutottam egy nagyon jó kérdésbe a Gázriasztó Fanok klubjában. A kérdés így hangzott, hogy Ekol vagy Zoraki. Rodin gondolkodó ember. Szobra előtt társalgott ez a kérdés. Igen, a kérdés nagyon jó. Ismerjük a két törölgázfegyel gyártót. Van már rajtuk kívül más török gyártó is, de a két ősi gyártó az az Ekol és az Zoraki. Zoraki sem mondható nagyon öregnek, de már koros. Ugye a gázfegyver vásárlási szenvedélyének egy dolog vet gátat, vagy szab gátat, azok az anyagi keretek. Mind a kettő típusnál, most mind a kettő gyártó palettáján találhatóak olyan termékek, amiket csak is cső alá lehet törfelviselni, amit gyakorlatilag önvédelemre alkalmatlanok. Ma szemezgetek egyébként a palettából. De túlnyomó részt mind a két gyártó megegyezik abban, hogy próbálkoznak a vásárlók igényeit kielégíteni, mint önvédelmi szektor. Kis rövid bemutató gyorsan a két gyárról. Az Ekol piacvezető volt Magyarországon, ezt már kimerem jelenteni, ugyanis tőlük már vannak olyan új gyártók, akik már beérték az Ekol. Azt tudjuk, hogy régen nagyon olcsón pénzért, hát nagyon gyatra minőségű fegyvereket gyártottak le, mint az Ekol Lady K, State Police, Keserű State Police, Ekol Major és a többiek. Hát ők önvédelemre közepes mértékben, vagy elégséges mértékben voltak alkalmasak, a minőségüket meg hagyjuk. 100-150 lövés és szétulott a kezedbe az egész, na mindegy. Voltak azért, kezdtek olyan modellek is előjönni egyébként a piacon, amire azt mondom, hogy odafigyelt a Ekol. Voltran Ekol, Ekol Voltran néven futottak régen, de most már csak Ekol néven mennek. Mi például az Arasz. Őnál a volt már ilyen ráncfelvarrás, stb. Majd ezt elmondom a fegyverben mutatónál. Teltek múltak az évek, és úgy gondolták Ekoléknál, mivel elég szar a vélemény róluk. Szénájuk nagyon rossz lehet a piacon. Így próbáltak egy kicsit odafigyelni a minőségre is. Mert nem mindegy, hogy szart árulsz, olcsó pénzen, vagy éppen kicsit drágábban, de jót. Az Zoraki az 2010-es évek környékén robbant be a köztudatba. Ha jól mondom 2010 körül, ha nem, akkor javítsatok ki. Szószoros értelemben berobbant a köztudatba, mint Glock másolatta. Azt tudjuk, hogy rengeteg youtuber, rengeteg szakember állította, állítja, és én is állítom mai napig, hogy a gyár minősége az megüti a német minimumot, sőt, a német standardot is túlszárnyalja. Az Umarex pisztolyokat egytől egyig lenyomja minőségben. Van egy-két kivétel, de azok már sajnos nagyon kevesen vannak. Igen ám, csak az árazásuk tekintetében azért megkérik a minőség árát. Azt nem mondom, hogy dupla annyiba kerül az Zoraki, mint az Ekol, de tetemes és érezhető árkülönbségek mozognak. Hoztam egy pár stukkert, és fogok még egy pár példát mondani, de amiket én ide most kitettem az asztalra, azokra az ő esetében, hogyha odafigyelsz a vásárlásnál, akkor garanciát vállalok, hogy ezekkel a fegyverekkel meg fogod tudni magadat védeni. Természetesen van egy-két trükk a tarsolyban. Először is kezdeném Ekol Arasz. Ez a pisztoly nekem 7. éve van meg. Sajnos kezd tönkre menni, ugyanis a spiáter az anyagfáradás miatt nem igazán bírja már a strapát.
Például a felszerelénytől biztosító karja 6. éves korában a nyúlványa, az fogta magát és letört. Hát bum, ez van. Ellenben. Az első generációs ekularaszok, azok nem ilyen markolattal, nem ilyen kombat markolattal jöttek ki. Őnek itt teljesen más volt a markolat, van ez az elsők. És egy laprugó mozgatta a kakast, ami bizony nagyon durván szeretett és nagyon hamar szeretett eltörni. Jöttek a vásárlói visszajelzések, a garanciigények, stb. És akkor döntött úgy a cég, hogy a konstrukciót átdolgozza és kicseréli egy spirálugóra. Innentől kezdve a fegyver verhetetlen lett a piacon. Csak sajnos az a baj, nem sokan ismerik. Ki kell mondani. Egyébként másolata éles verziója a Browning M1935-ös lenne. Nagyon-nagyon-nagyon durva vonalakban másolja a fegyvert. Hozzáteszem, nagyon durva vonalakban másolja a fegyvert. Távolról, ködben, sötétben össze lehet éveszteni vele. Egyébként, ha egymás mellé tennénk egy, a két fegyvert, akkor viszont azt mondjuk, hogy gyenge koppintmány. Viszont megéri megvásárolni, tárkapacitása 13+1-es, csőre töltve lehet biztonságosan viselni, kompakt méret. Csak úgy ennyire kompakt. Nagy tárkapacitása van, könnyű vele gyakorolni, és 100 euró alatti az ára. 20 pár ezer forintért már hozzá lehet jutni, még a titán vagy nikkelezett kivitelhez is. Következő. Hát akkor látjátok, így látjátok. Echo P29 Rev 2-es. Őneki van a testvérkéje, a Speciál 99-es. Rev 2 az is. Csak hogy ez még mindig nem elég nekünk az üdvösséghez és a jósághoz, mert ez a típus jelen helyzet, mikor megvásárolod, ez a típus még nem viselhető csőre töltve, viszont a csőre töltését gyakorolni kell, mert a szám nem olyan magas, elég nehézkes megfogni. Éppen ezért, hogyha a módodban áll és lehetőséged van rá, akkor a Rev Plus-t vásárold meg, Rev 2 Plus-t, mert abban már gyárilag van benne a repülőütőszeg. Én ezt magam alakítottam át repülőütőszegesre, saját felelősségemre, és mindenki a saját felelősségére nyúl hozzá a fegyverhez, mert én nem vállalok érte semmit. Ezt itt tisztázok. Egyebekben nagyon szeretem ezt a pisztolyt, 14+1-es tárkapacitása van, kompakt méret, nem nehéz, nem húzza az oldalamat. Éles megfelelője, hát a szám, ha kitakarom, akkor egy baby berettát másolna, egyébként a Speciál 99-es a szakasztott baby beretta. A biztosítója kétkezes, csak annyit tesz, hogy leoldja az elsütő elemeket, szétkapcsolja, ennyi. Viszont ami még jó benne, hogy a kakasában van egy gyönyörű szép acélbetét, erre már az Echo-nál, odafigyeltek. És a listára 110 euró a titán felület kezelésnek, a festett barnának, vagy festett feketének olyan 99 euróig terjed az ára, attól függ egyébként, hogy hol tudod kifogni itt a német piacon. Az Echo Viper 2 feles csőhosszal, igen. Ő nagy tanulság volt, ő volt a tanulópénz 110 euró, hogy mégis azért ne a lila és rózsaszín köd vezéreljen a vásárláskor, hanem azért, hogyha kezdetbe vettél a fegyvert, akkor rendesen nézd át. Én elfelejtettem ezt a single action leoldásos történetet megejteni, mert hogyha ezt ott helyben megejtem, akkor nem tépem ki a hajmat szerelés közben. Egyebekben megbízható típusnak tartom a revolvert. Egy nagy problémája van az összes revolverrel együtt, hogy 6-os tárkapacitása, bár mondjuk őnek is nincsen nagyobb. A másik pedig az, hogy nagyon-nagyon érzékeny a töltényre. Krónikus töltény allergiában szenved szegényke. 110 eurós listára van a festett feketének. A nikkelezett titánnak pedig 130 euró. Zarakiék. Hát már mindenki ezt várja, hogy Zaraki hol van. A Zarakiéknál is van egy pár típus, amit
még az asztalon kívül lehet csőre töltve biztonságosan viselni, viszont van olyan, amit nem igazán. Sajnos gyári állapotában a 917-es is csakis cső alá töltve viselhető volt, így most Vas Gábor hiába mondta azt, hogy ó, hát erős a spirálrugó, stb. Hát nyugodtan húz csőre, azt vág, tokra, azt szavasz, szaladgálj el vele. Cumit. Ez a fegyver akkor lett biztonságos, amikor át lett alakítva a Double Action Only elsütő szerkezetre, és kapott a repülőütőszeget, és csak is akkor történt meg ez az átalakítás, amikor a garancia már lement róla, csak is kizárólag saját felelősségemre. Kész. Egyebekben egy nagyon jó kis szolgálati méretű Glock utánzat. Nem 100%-ban tudta lemásolni a Glockot, azért azt tegyük hozzá, hogy azért ez a markolat kialakítás egy kicsit kínai gagyisra sikerült. Van benne Walther P99 és egyéb finomságok itt a formavilágban. De egyébként ez a fegyver lassan közelít az 1000 lövésszámhoz, amit nem egybe adtam le, hanem szépen napránként. Meg vagyok vele elégedve, máj napig az egyik lemegbízható gázpisztolyt tartom a piacon. Hát ha van óriás, akkor legyen már miniatűr is. 906-os Zoraki. Amikor ez berobbant a piacra, ó, dákat zengettek róla, milyen fasz a jó kis tukker. Meg azt is elmondták, hogy hogyan verték agyon a tervező asztalon a mérnökök. Sajnos igen, mivel csakis egy single action elsütő szerkezetet kapott a fegyver, igen, szerintem bele tudták volna tenni a double action-t is, na mindegy. Ellenben ezt kompenzálták ezt a hibát nagyon gyorsan egy kakas biztonsági félállással, mert azt még hirtelen bele tudták tenni, csak hogy ez a szándék jó, csak mégsem volt sikeres. Ugyanis amikor elhúzod az elsütő billentyűt, akkor a kakasod leold. Ezt egyébként lehet szépen orvosolni ugyanúgy egy repülő ütőszeggel, ahogy én is megoldottam. Ezt több videómban is lehetett bizonyítani, hogy működik a konstrukció. Tárkapacitása 6+1, így ez a pisztoly jelen állapotában csőre töltve tűzkészen viselhető, annyi a lényeg, hogy mikor fegyvert ránt az embert, akkor nagyon gyorsan fel kell húzni a kakast. És akkor tudsz el a lövést leadni. Azt nem javaslom, hogy kakenlogba visel, ahogyan Vas Gábor mondja, mint a 19-11-eseket, és akkor lebiztosítod. Mert ez még mindig nehezebb ezt a biztosítókkal hüvelyk úgy a stressz helyzetben mozgatni, mint hogy egy kakast felhúzó, vagy esetlegesen egy töltény minusszal csinálsz egy csőre töltést. Ilyettedben még mindig megbízhatóbban fogsz, és gyorsabban fogsz a támadásra reagálni, mint hogyha még elkezded itt ezt a kis karocskát billegtetni. Megbízható pisztolyt tartom, én ezt imádom tényleg, egy igazi zsebágyú. Az Zoraki R2-es Light. Az új üdvöskénk. Ugye? Technikai specifikációban megegyezik a Ecol Viperrel. Ugyanis a Viper az R1-es Zorakiról lett koppintva. Az R1-es Zoraki meg a Römer G89-esről. Na szóval. Annyi különbség van a két revolver között, hogy itt vannak minőségbeli eltérések. Őre nyugodtan lehet bízni az életünket. Érdemes azért nála is ezt a single action ellenőrzést elvégezni, hogy az elsütő elemek rendesen működnek-e. Egyébként a többi gázpisztolynál is megcsinálhatod. Viszont a lista ár ennek 160 euró. Ebben a felületkezelésben, ezzel a cséhosszal és a gyári markolatával. Ez a pisztoly jelen helyzetben mai markolat cserével ér 180 eurót. Ennyit szeretem volna ebben a kis videóban elmondani, remélem segítettem a kérdés megválaszolásában. Egyet ne felejtsünk, amit már az elején is kihangsúlyoztam, hogy
Az, hogy melyik fegyvert fogod birtokolni, az csak is a pénztárcától függ. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!